Ha a 36. zsoltárt olvassuk, két világot látunk meg egyszerre. Az emberek világát, fura egy világ ez, mondhatnánk azt, hogy az önzés világa, de én azt hiszem, hogy ez a zsoltár talán még érdekesebb, különlegesebb diagnózist állít majd elénk, hogy azután nem kevesebb és nem több, mint a rövid négy vers után megmutassa az Isten világát. Azt a másik világot, ahol békét és reményt találhatunk mindig mert az Isten világa a körülölelő szeretet világa. Szinte ebben a magyar szóban, a maga dallamosságával, mire kimondjuk, meg is látjuk, hogy körülölelő. Úgy hajlik, úgy játszik, úgy dallamosan lenyűgöz minket ez a szó, ahogy azon az Isten szeretete is körülölel bennünket. Hallgassuk meg a 36. Zsoltárt. A karmesternek az úr Dávidé. A gonosz hamissága felől így gondolkozom szívemben. Nincs ő előtte Isten félelem, mert azzal hízeleg önmagának, hogy bűnözhet és gyűlölködhet. Szájának beszéde gonoszság és hamisság, nem tud bölcs lenni és jót cselekedni. Hiába valóságot gondol, ki ágyában nem a jó útra áll és nem veti meg a rosszat. Uram, kegyelmed az égig ér, hűséged a felhőkig, Igazságod olyan, mint Isten hegyei. Ítéleteid, mint a nagy mélységek, mert embert és állatot te tartasz meg, Uram. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed! Szárnyad árnyékába menekülnek az ember fiai. Dúslakodnak házad bőséges javaiban, gyönyörűséget folyó vizéből itatod meg őket, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Terjesz ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze. Hullanak már a gonosz szevők, elvetetted őket, és nem tudnak fölállni. Az emberi világ egy fura világ, talán az első versekben, a második, harmadik, negyedik, ötödik versekben, amikor Dávid a gonoszok hamissága felől gondolkodik, akkor ő maga így foglalja össze, hogy egyszerűen semmitől sem félnek, még az Istentől sem, nincs bennük Isten félelem. Az Isten félelem, ami nem azt jelenti, hogy rettegek valakitől, ezért meghunyászkodom, hanem az Isten félelem, ami azt jelenti, hogy jó és rossz között különbséget tenni, és a rosszat elutasítani, a jót pedig választani. Azonban rendkívül érdekes, ahogyan a továbbiakban leírja a lélektanát a gonoszok hamisságának, mert azt mondja, hogy az ember, amikor hamisságot választ, amikor a hamisságot választja, azzal hízeleg önmagának, hogy bűnözhet és gyűlölködhet. A leírásban az is szerepel, hogy már ágyában ezen gondolkodik, tehát jó előre felépíti magában ezt a világot, ezt a fura világot az önzés világát. Mert az, hogy valaki hízeleg magának, abban van valami álságos önértékelés. A hamisságnak kétségkívül vannak rövidtávú eredményei, győzelmei, sikerei, karrierje. A hamisságnak megvannak a maga előnyei, a maga bevételei, a maga nyereményei. Győzelem, siker, karrier, elő, előny, nyeremény, bevétel. Szóval olyan, mintha szaladna a szekér, és amikor szalad a szekér, akkor az ember értékeli önmagát. Akkor az ember azt mondja, hogy na ugye, tessék, megmutattam. Szóval a hamisság egy fura világot teremt az ember számára, az önértékelésnek ezt a fura világát, ami az önzésre épül. Milyen érdekes, soroljuk ezeket a szavakat, amik mindegyik az ön-ön-ön előtaggal kezdődik. Önzés, önértékelés önmegvalósítás, ha ezt a szót negatív értelemben használjuk, amikor másokon át tapodva erkölcsi mércéket félretéve haladunk előre, siker, karrier, nyeremény, előny, jutalom. Szóval van ebben egy érdekesség, egy fura érdekesség, egy fájdalmas érdekesség. Az önzés világában ugyanis a siker és az önértékelés céllá válik miközben Isten félelem nélkül, értékek, jó és rossz megkülönböztetése nélkül halad, szalad előre az ember. Azonban Dávid elutasítja ezt a világot. Nem egyszer belekóstolt ő maga is. Tudott már érvényesülni emberi erőből, meg tudta mutatni azt, hogy van boldogság Istenen kívül, de csak múló és röpke és nagy áron megfizetett boldogság volt minden esetben az ő életében is azonban Dávid hazatalál, és a hatodik verstől az isteni világról kezd el beszélni. Egy másik világról, ahol nincs hamisság, nincs bűnözés és gyűlölködés. Ahol a gonosz beszéd nem cél és nem eszköz. Ahol az Isten félelem, a jó és a rossz szétválasztása uralja az értékrendet. De mindenek előtt valaki uralja. Ugyanis miközben az első vers szakasz, az ember önértékeléséről szól, a következő szakasz, Isten világa bemutatása, az Istennel kezdődik. Uram! Uram, kegyelmed az égigér, hűséged a felhőkig. Igazságod olyan, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a nagy mélységek. Hihetetlen egy felsorolás. Kegyelmed, hűséged, igazságod és ítéleteid. Szóval ez az a világ, amiben ez a négy égtáj, kegyelem, hűség, igazság és ítélet. Ahogyan az Isten szereti a bűnöst, ahogyan kitart, fáradozik a bűnösért, ahogyan nem enged az igazságból, és ahogyan meghozza a maga döntéseit, ítéletet hirdet. Azt mondja, hogy ezek az égigérnek az egyik irányba is hihetetlen távlatok, a másik irányba felhőkik, a harmadik irányba olyan szilárd az Isten igazsága, mint a mozdíthatatlan hegyek, miközben az Isten ítéleteinek a mélysége, ahogyan embereket, emberi sorsokat és emberi döntéseket a mérlegre helyezve dönt, beavatkozik és cselekszik. Próbálja megmenteni az embert, miközben megméri az embert miközben embert és állatot te tartasz meg, Uram. Egyszerre fáradozol minden egyes bűnös teremtményedért, miközben életet adsz, és fenntartod az ő létezésüket. Ó Istenem, milyen drága a te kegyelmed! Nem is véletlen, hogy ez a mondat fakad Dávid szájából, a Zsoltár író szájából. Nem is véletlen, hogy így folytatja, hogy szárnyad árnyékában menekülnek az emberek fiai hiszen az önmegvalósítás, az önértékelés, hamisságos önértékelés, álságos önfelmagasztalás értékrendjéhez képest itt szilárd pontokat tapasztal meg az ember. A te szárnyad árnyékában kegyelem, hűség, igazság és méltányos igazságos ítélet van. Dúslakodnak házad bőséges javaidban, gyönyörűséget folyó vizeiből itatod meg őket. Amikor a bárányt hazaviszik végre, abba adta a kóborolást, az önmegvalósító csavargást az éjszakában, a sziklás meredeken, a farkasok földjén, és már alaposan megijedt, és tudja, hogy neki Istenre van szüksége, Isten kegyelmére és hűségére, Isten igazságára, hogy az igaz úton ne tévejek ilyen többet, és Isten ítéletére, hogy méltányosságot tapasztaljon. Szóval amikor hazaér a bárány, akkor azt olvassuk, hogy dúslakodik a karám bőséges javaiban, és az Isten gyönyörűséges folyóvizeiből talál magának friss folyadékot, mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Víz és fény. Jézus Krisztus az élet forrása, Jézus Krisztus a világ világossága. Így mutatkozik be az evangéliumokban. A haza talált ember megtalálja a maga értékét, nem a gonosz hamisságban, nem az önmagának hízelgésben, nem a szájának beszédeiben, hanem abban a biztonságban, amit Isten szárnya árnyékában, az ő hűségében felfedezhet. Mert nálad van az élet forrása, és a te világosságod által látunk világosságot. Az önzés fura emberi világa és az isteni Világ találkozik egymással ebben a zsoltárban. Az előbbi világban az ember futszalad, tapod, győz, kapaszkodik, másokat megsemmisítve jut magasabbra az önértékelés létráján, miközben nem tudja pontosan, hogy minis áll az a létra, és még maga sem tudja, hogy mekkorát fog esni és csalódni a végén. A másik világban az Isten a szilárd talaj. A szárnya az oltalmazó árnyék, igazsága, mint mozdíthatatlan hegy, hűséges felhők, kegyelmes ég, Isten mindennel körülveszi az embert, megteremti azt a világot, amiben az ember békére találhat, ihat, ehet, fényben, világosságban élet, és nem sötétségben rejtőzködik. Isten azt üzeni ebben a Zsoltárban nekünk, hogy sokat érsz, többet, mint gondolnád. Hagyd abba azt a csatázást, ahogyan megpróbálod a fura világ fura önző szabályai szerint elérni a sikereket, a karriert, az eredményt, az előnyt, a jutalmat, a megbecsülést. Futunk, 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 hogy végre valaki megtapsoljon minket. És amikor várjuk a tapsot emberektől, és elhasalunk, gúnyos nevetés fogad bennünket. És elgondolkodunk, hogy miért is vártuk tőlük a tapsot, hiszen nem az én oldalamon állnak, ők is csak a maguk értékét keresik az értéktelenségükben. A fura önzés világa, de amit az Isten ajánl, az más. Sokat érsz, kegyelemmel veszlek körül, hűségemmel kísérlek, igazságommal biztos úton vezetlek. Ítéleteim, döntéseim segítenek az életben megállni és előre haladni, hogy majd egyszer odaállhass magam, oda állíthassalak magam elé a végső ítéletben. És azt mondtam, hogy győztél, győztünk. Olyan szép ez a Zsoltár, a körülölelő szeretet Zsoltára. A sokat érsz nekem, a gyere hozzám, és ne magadnak hízeleg. Hidd el azt, amit én mondok rólad. Szép vagy, szeretetreméltó vagy, gyógyítható vagy. Meg akarlak téged szabadítani. Nem véletlen, hogy Dávid ezek után egy rövid kéréssel zárja a Zsoltárt. Amit minden ember elmondhat, aki a fura önzés világából, a magamnak hízelgés, a törtetés, csörtetés világából át szeretne menni az Isten világába. Uram, terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, és igazságodat az igaz szívűekre. Ne jöjjön ellenem a kevélyek lába, és ne üldözzön engem a gonoszok keze hullanak már a gonosztevők, elveted őket, és nem tudnak fölállni. Miről szól a kérés? Istenem, majdnem én is úgy jártam, mint ők. Szinte rossz látnia, hogy nem tudsz rajtuk segíteni, mert, mert nem a te utadat keresik, mert hízelegnek önmaguknak, de Uram, ettől az önhízelgéstől kérlek szabadíts meg engem. Terjeszt ki kegyelmedet terjeszt ki kegyelmedet, mert mióta csak megismertelek, rájöttem, hogy nincsennél fontosabb. Téged ismerni és benned bízni. Nem a tapsban, nem az elismerésben, nem a jutalomban, nem a karrierben. Terjeszt ki kegyelmedet a téged ismerőkre, magamért imádkozom. Terjeszt ki kegyelmedet és igazságodat az igaz szívűekre. Az igaz szív nem befejezett állapot, az igaz szív őszinte szív, egyenes szív, Isten előtt megnyíló szív. Az a szív, amelyik beengedi, behívja Istent. Az a szív, amelyik kéri Istent, hogy vezess engem a te igazságodon. Vezess engem igazösvényen. A Zsoltár szerzője a körülölelő szeretet oltalmában rejtőzik el. A Zsoltár szerzője gyönyörködik Isten nagyszerű ellenvonásaiban. Megtapasztalja a pásztor gondoskodását, ahogy hazaviszi őt, napról napra hazaviszi, visszavezeti a karámba, szárnyad árnyékába. Minden nap kilépünk ebbe a fura világba. Ne egyszerűen úgy nézzünk az emberekre, hogy jaj, de rosszak, jaj, de gonoszak, ne ítélkezzünk, egy vagyunk közülük. De amikor lelepleződnek a szemünkben, amikor mi magunk lelepleződünk a magunk szemében, mert egy fura önértékelést akarunk felépíteni, a rohanással, a kapkodással, az eredményekkel, önmagunknak hízelegni, akár becstelen eszközöket, megoldásokat, vagy beszédet is megengedve, találjunk vissza mi hamarabb az Istenhez. Ne ragadjon el minket. Ennek a fura világnak a fura boldogtalan törvénye az önzés törvénye. Szólítson meg minket az Isten, és szólítsuk meg mi az Istent. Terjeszt ki kegyelmedet én rám tapasztaljuk meg, ahogyan az Isten fülünkbe sugja, ahogy elénk állítja az igében, sokat érsz, gyere haza, vigyázok rád. Tapasztaljuk meg az Isten jóságát és biztonságát, hogy ő a forrása, ami életünk boldogságának, ő a fény, ami sötétségünkben és ebben a sötét világban. Úgy legyen.